91 éves korában meghalt Szipál Márton fotóművész. Az Egyesült Államokban ő volt a hollywoodi sztárok egyik kedvenc fotósa. Ráemlékezünk most fiával, Szipál Péterrel és Bódi Magdival, valamint Vince Lillával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 92, rosszul mondtam. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni. Meséljen az édesapjáról. Mi az, ami... Hát tudom, hogy nagyon nehéz, meg borzasztó, sok mindent lehetne elmondani, de hát... ugye arra vagyunk mindannyian kíváncsiak, hogy ez a nagyszerű művész, akit ismertünk, akinek a munkáit láttuk, az apaként, magánemberként milyen volt? Ó, ja Istenem! Hát megmondom őszintén, az előbbi nem tudok válaszolni, mert az első 20 évemet azt valahogy nem együtt töltöttük, de a második részében pedig ilyen skizofrén kapcsolat volt, hol az apám volt, hol a barátom, úgyhogy... Körülbelül ennyi, de hát... De ez pozitív értelemben? Hát ez attól függ. Nem úgy értem, hanem az, hogy hát 20 éves fejjel az ember már nehéz apának lenni, amikor már az emberek van egy többé-kevésbé excentrikus gyereke, de úgyhogy aztán így töltöttük a napjainkat, hogy amikor veszekedni kellett, az apám volt, amikor nem, akkor a haverom, úgy körülbelül ilyen volt. Ja, tehát amikor utasítást kellett adni, hát akkor az apám, amikor válvelegett, és akkor meg haver. Magdi, nektek hogyan, mikor futott össze az életetek? Nekem nagyon benne volt az életemben. Én amikor hazajöttem, visszajöttem Amerikából, akkor találkoztam vele egy koncertemen, és attól kezdve minden koncertemre lejött. És utána közösen ünnepeltük az ő születésnapját, az én születésnapomat. Nekem hozzá nagyon-nagyon közel állt, és valahogy mindig arról beszélgettünk, hogy mintha ezer éve ismernénk egymást. Tehát olyan, hogy régóta hogy csak gondoltam valamire, ő már tudta, amikor fotózott, az is fantasztikus volt. Például az utolsó fotózásunk, ami nemrég volt, akkor azt mondta, hogy drága Magdikám, én már nem látok, nem hallok, mondom, nem érdekes, csak kattintsál. Ja. És olyan gyönyörű képeket csinált, hogy... Ezeket is ő készítette rólad. Ezeket is ő csinálta, igen. Ez egy koncertemen van, ahol fölhívtam, hogy táncoljunk együtt. És annyira úgy, ugye, nem tudom, egy húron pendültünk mindig. Szóval ő is mindig azt mondta, hogy angolul beszéltünk, magyarul beszélgetünk, minden nyelven úgy megértettük egymást nagyon. Születésnapjára most is készültünk, van egy nagyon jó baráti társaság, akikkel mindig úgy együtt ünnepeltünk. És itt már Lilla fotóit láthatjuk, igen. Amiket szintén ő készített rólad. Igen. Akkor ti is nagyon sokat dolgoztatok együtt. Igen, igen. Egyébként ő azért egy különleges világ, egy életművész, azt kell, hogy mondjam, de a szó igaz értelmében, aki egy olyan szeretetet hozott mindig a földre, és úgy érkezett meg az Egyesült Államokból ide hozzánk Budapestre, hogy olyan, minthogyha ezt a fajta állapotot, ezt a pozitív szeretetet, ezt magával hozta általunk is, és végig azt gondolom ebben a közegben élhettünk. Egyébként ahogy viszonyult az emberekhez, a kollégákhoz. Például ez a fotózás is, ahogy történt, hogy a fotózás az egy eszköz volt arra a szeretetéhez, hogy így megismerje az embereket. Az volt az első teszt, soha nem felejtem el, hogy valahogy egymásra, hogy ezek a pozitív energiák, meg ez a nyitottság, ahogy a Magdi is ilyen ember, és a Péter is, és nyilván láttad a hölgyek. Péter, csak kuncog magában. Igen, bármit mondom. Hogy ő úgy például, nem tudom, tudjátok-e, hogy ő sminkelte saját. Például megérkeztünk, pszichológus volt, beszélgettünk, bolondoztunk, ha most itt lenne közöttünk is, biztos vagyok benne, hogy ilyen saját öniróniájában mosolyogna, szeretettel, egy végtelen pozitív, egy hihetetlen nagy tudás is a fotoművészetével, valahogy az ember ismerete és az ember szeretete volt a legfontosabb, hogy megismerje minket ugyanúgy, játszottunk, jól éreztük magunkat nála, hogy kis minkelt, sőt, szeretett úgy fotózni, hogy nálam is, hogy szeretjük a hajunkat úgy használni, azt gondoljuk, hogy az úgy mindig jó, takar. És az úgy takar, igen. És képzeltek olyan képeket, amikor teljesen haj nélkül, csak a tekintet, csak a szem. Tehát akkor tulajdonképpen általa tudtatok ti is kiteljesedni a fotókon. Az igen. Ő személyiség jobban megismerni által, magunkat. Meg tudtatok nyílni. Igen. És szerintem a képe is azért voltak olyan jó, mert ő igen. Nagyon jó emberismerő volt. Tehát nem is a lencse, nem is a gép minősége számít, hanem hogy ki van mögötte, és ki nyomja le azt a gombot. Tehát ő egy pszichológus, ő elbeszélgetett, ez olyan, mint amikor az orvos leül előtte a lelkileg, és olyanokat ki tudott utána hozni, hogyha azt akarta látni, hogy a szemünk az úgy csillagjon,
ő elérte azt, nem tudja, tehát hihetetlenül értett az emberekhez, és azt gondolom, hogy ő egy, nincs nála kor, és nem is lesz, és velünk marad. Péter, az, hogy ön fotóművész lett szintén, az... Tegeződjünk már. Nagyon szépen köszönöm. Az, hogy te fotóművész lettél, az édesapád inspirációja? Tehát, hogy alapvetően nyilván vagy az ember nagyon megtagadja, nem, amit a szülei csinálnak, család, vagy pedig arra az útra megy. Isten ments, én történész akartam lenni, csak abban az időben nehéz volt tovább tanulni egyes embereknek. Nem, véletlen, mint Pilátus a krédóba aztán. Igen, de hát ő is, ugye? Ez lett belőle. Mert orvosnak készült. De hogy Isten ments. Ő orvosnak. Ő nem tudom, minek készült, pilóta. Meg pilóta, hát pilóta is volt, igen, tehát ő azért élt a... Nem, véletlen volt, úgyhogy, de aztán úgy döntöttem, hogy ez sokkal vicces. Hány tanítványát ismeri? Vagy ismered, bocsánat? Semmi van. Én? Már hogy érted? Hát akik az ő keze közül kerültek ki, és akik lerúgták egyébként most. Hát megmondom őszintén, rengeteg, de hát ez a másik, ugye, hogy mondjam, valahol előbb-utóbb ez is olyan kicsit olyan divattá válik, hogy én is tőle tanultam. Én viszont nem, de mindegy. Mert neked a véredben van azért. De hogyan? De azért, hogy ezek szerint akkor mégiscsak abban. Na, ezért kellett két hölgy közzé ülnem, hogy szóval se jut az és hát a filmtörténetet fotózta a világot, tehát az is nagyon fontos, hogy olyan emberekkel barátságban volt. Nagyon szépen köszönjük. Órákig meg tudnánk. Hát folytatok, és órákig tudnánk beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük szépen.